Nagy szeretettel köszöntünk mindenkit, ez itt a HCV Underground. A mai epizódban a HCV legújabb csapata mesterkurzusra megy, hiszen Nyíl Zápor zúdul a falura. Így van, ennek a párosításnak az a pikantériája, hogy az Arrows elég sokáig edzett a gulyásékat. Az én nevem Gulyás Vilmos, ez pedig itten az öcsém, öcsi. Ez meg itten a nővérünk, az Irén. Hát ezek ottan, Ikarösz meg az a Dáver! Aztat mondják magukról, hogy ők a magyarok nyilai, ha? Arrows of Hungary. Hát mi nálunk a faluba? Az ilyen szörnyképű, prémes borzadályokat vasvillával kergetjük kifelé, de úgy, hogy azok utána vissza se gyűnnek hozzánk. Ha nézzél már rájuk, he! Ha olyan a képük, mint a Beelzebub. Beszélsz itt te már megint hülyeségeket, mert a te tepsi képed osztán mások néztek ki. Hát olyan kerek a kapád, hogy a Tódi Miklós is a te fejedet kiáll a külhelyet. Na, takarodj el dolgozni! Hölgyeim és uraim! Köszöntök mindenkit Magyarország egyetlen heti Pro Wrestling műsorában! Ez itt a HCV Underground! A mai tag team mérkőzés résztvevői! Tőlem balra nővérük Irén kíséretében a falu legtökösebb ifjai, Öcsi és Vilmos, a Gulyás testvérek! Szemben velük, akik lenyilaszták Európát. Hölgyeim és uraim, Ikarusz és Dover, az Arrows of Hungary! Na ez érdekes lesz, András! A Gulyás testvérek eddig a HCV suli tanítványaival mérték össze az erejüket, de most a ring túloldalán ott van az Arrows of Hungary, a korábbi tag team bajnokok Magyarország talán első számú csapata. Nem tudok érte mit reagálni, mert éppen úgy látom, hogy Ikarusz vagy Dover fölsőjét Irén magáévá tette. Hoppá! Egy atyai pofon Ikarusztól és Dovertől! És Acsinél már is eltörött a mécses, ez nem tartott sokáig. És Gulyás Vilmos teljesen bedőldik. És a mérkőzés elindult, a bíró elindította. És egy brutális rúgás már is Ikarusztól. Itt lehet rögtön a vége az elején. De Gulyás Vilmos kirángatja a ringből az öcsiét. Megmenti az öcsét és a mérkőzésüket is ezzel. Azért lássuk be, hogy ez komoly szintlépés a Gulyás testvérek számára, olyan, mintha a kezdő szintről a haladót átugorva egyből a mesterkurzusra mennének. Így van, viszont most érre kerülnek szembe. Irén dolgozni fog, azt mondta. Irén felhúzza a szakjáját, és Gulyás Vilmos ezt a pillanatnyi figyelemelterelést kihasználva ráveti magát Ikaruszra. Hát azért valahol örülök, hogy jó szögben ültünk, és nem látok, hogy mi történik pontosan. Most az történik, hogy Gulyás Vilmos benn van a ringben Ikarusszal, és Irénnek a figyelemelterelése ismét sarkalatos pontja lehet ennek a mérkőzésnek. Ravasz paraszti ésszel használják ki ezt a gulyásék, hogy van egy extra tagot a ring mellett. Nagyon ügyesen a saját sarkokba vitte, Ikarusz. És Gulyás Acsi hátulról. Gulyás Vilmos pedig folyamatosan tapossa most Ikaruszt, aki ráadásul nagyon rossz helyen van az ellenfél ring sarkában. Gulyás Vilmos még lekever egyet Dovernek is. Akik majdnem kiesik az ablakon. És már is visszatér Ikaruszra. És Dover nem bírja tovább, jön be a ringbe.
Dover reklamál viszont, amíg a bíró vele van elfoglalva, kettő az egyetlen támadt a Gulyásék! Dover tudhatná jobban, hogy nem teheti ezt most meg, mert Ikarusszal tol ki igazából. És most túl sejzett! Egy! Dover teljesen jogosan reklamált, viszont ezzel most nem volt tényleg a csapattársa segítségére. Ikarus viszont egynél kirúg, ezzel is jelzi, hogy még nagyon-nagyon messze van a veszélyzónától. Sokkal többet kell tenniük Gulyáséknak, mert őt el akarják tenni lábalól. Öcsi pedig beköveteli magát a ringbe, azt mondja, hogy jól van. Nem úgy néz ki igazából, még mindig a fejét fogja. Szendvics! Ikarus is mindjárt fogni fogja valamiét, és Öcsi is lekever egyet Dovernek. És Dover nem bírja tovább, jön vissza megint. Ikarus összeszedi magát. Ikarus betalál ezzel a könyökössel, és Gulyás Vilmos már is jön vissza a mérkőzésbe. Megállítja Ikarus, mielőtt elérhetne a csapattársához. Gutwrench fogással fogja fölemelni, és kiemeli. Gutwrench slamre. És jön a siet kelombollal. Tusejzett most a ring közepén, kettő. Azért ne felejtsük el, hogy mekkora skalp lenne az, hogyha a Gulyás testvérek le tudnák győzni az Eros of Hungerét. Nem egyszerűen Magyarország, egész Európa egyik legjobb tektívéről beszélünk. Az rögtön az egekbe emelni őket. Most viszont Ikarus az egekbe rúgja Gulyás öcsi fejét, megvan a bukvány, és érkezik Dover. Hihetetlen lariátok, hozlányok röpködnek. Ikarus nagy nehezen eljutott a csapattársáig, és Dover, gyönyörű dobás, Dover uralja a ringet. Nagyon vártam már, hogy bejöhessen, egy elbóval megállítja őt most először. Most elkapja, és gyönyörű German, megvan a German suplex Dovertől. És Gulyás öcsi, jó éjszakát, elment aludni. Ez jobban üt, mint a pálinka. És most kitartja Gulyás Vilmost. Rasslemmeli rávágja az öcsére. Úgy érzem, Dover percek óta várt arra, hogy elszabadíthassa ezt az elemi erőt a Gulyás testvérek ellen. És az, hogy folyamatosan leütötték őt a ringen kívül, ez csak a dühét növelte. Nem jó ötlet dühíteni. Hop-hop-hó! És Ikarus lerántják a ring széléről! Dover szerintem már a keresztűzre készült volna, de Gulyás öcsi lerántotta Ikarus, mielőtt beléphetett volna a szorítóba. És most Gulyás Vilmos hátulról megvan a dobás. Egy butterfly suplex. És ott a túlsejzet nincs meg! Hú, de közel volt! A pillangó suplex után. Öcsi nem bírja elviselni, hogy nem volt, nem lett meg a mérkőzés még egyelőre. És megint bekéri magát a ringbe. És be is váltja őt, Gulyás Vilmos. Gulyásék most rajta vannak Doveren. Aki viszont ellöki öcsit, öcsinek izuhan Vilmosnak. És betalálnak a nyilak, betalálnak a nyilak. Visszatért Ikarus. És gyilkos erejű ütések! És jön a Cannonball! De jön ám! Ott van a Cannonball Ikarustól! És most tusra megy! Meg lehet! Kettő! És Gulyás Vilmos az utolsó pillanatban odaér! Ez tényleg egy lélegzetnyi különbség volt csak! Hoppá, Dover kisjár a közönségre zuhan! Ikarus viszont megérkezik egy csoppal. És Ikarus teljesen kiforgatják a levegőben. De Dover ura ringben, egy hatalmas big boot. És a superkick, ott van a superkick Gulyás öcsitől. És springboard enzuguri Ikarustól. De jó Isten! Teljes a káosz a ringben. És Ikarus most talán a Heart of Europe-ra, Európa szívére készül, egy új feladásra kényszerítő fogás,
amit az utóbbi hetekben, a hónapokban tökéletesített, Gulyásos irányban fel fogja adni! És Dover elkapja Gulyás Vilmos, mielőtt segíthetne neki! Ikarus ezzel a fogással lett bajnok Csehországban. Dupla submission! Reménytelen helyzet, egymás kezét fogják Gulyásék, hogy beadják nem engedik meccsen. Tepelni egymást! De Dover hátra húzza Vilmost! És Irén a ringben! Nem. Irén a ringben, és Irén elkapja mindkettejük kezét! Nem engedi, hogy feladja! A bíró nem tud mit csinálni igazából, mert nem történt diszkvalifikációt. A saját emberéhez nyúlt Irén, Irén viszont most ott marad a nyilak között. És befogták. Eltalálja Gulyás Ocsit. Kényelmetlen közelségben egymáshoz Gulyásék. És hát, ráadásul pozícióban, ha jól látom. A keresztül szözd! Dover kidobja Gulyás Vilmos! Hoppá! Itt van a med! És náluk van a... Náluk vannak a maszkok! Hoppa, és felfordítják, fogja a nadrágját! Fogja, megvan neki! Gulyás Ocsi fogta Ikarus nadrágját! Hölgyeim és uraim! A mérkőzés győztesei! Vilmos és Ocsi, azaz a Gulyás testvérek! Nem hiszek a szememnek, Ikarus sem az övének! A med... Meg mosolyog! A med megérkezett az állarcokkal, és ezt kihasználták a Gulyás testvérek, felfordították Ikaruszt, és fogták a nadrágját a tuskísérletben. Azt gondolom, hogy Dover és Ikarus ezt nem fogják elfelejteni a mednek. Hatalmas kalp a Gulyásoknak, de az assziszt a medé. És Irén nem hagyja annyiban, még teszi magát az amúgy is nagyon dühös nyilaknak. De vajon miért avatkozott közbe a med? A Gulyás fivérek ezidáig veretlenek. Ám most is egy szerencsének köszönhetik, annak ellenére, hogy feladták a mestereiknek a leckét. Na de, a nagy kérdés az az, hogy... Milyen szerencsének, palikám? Ha mink győztünk, vagy nem? Mink győztünk, Pál, nem? Minket nem tud megverni senki. Mink vagyunk a győztesek. A HCV a mi földünk. És ha akarjuk, bevetjük. Na, menjünk! Európa egyik legjobb tag teamjének a saját tanítványait adták fel a leckét ma este. Hát, ez egy kicsit csalódás. Szerinted vidámak vagyunk, Pali? Elvették tőlünk azt, ami nekünk a legfontosabb. Meggyalázták az erekjéinket. A Gulyásokat majd intézzük. Akikről itt most szó van, az a med. Med, azt akartátok, hogy veletek foglalkozzunk? Hát most veletek fogunk foglalkozni. Ti vagytok a célkeresztben. Fear the crossfire! Árulás, bosszú, revancs. Március 23-án a sólyom és a kígyóharca mellett több ragadozó is beférkőzik a HCV arénájába. Vendetta a Halasi Olivier sportcsarnokban. Jegyek kaphatók az eventünkben.